Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik. Csak Mi így is? tovább, Endre, nagyon jók a zenék, magával ragadó ma a kínálat. A Bux viszont 0,3%-ot gyötörte fejebb magát 44.746 forintig, a vezető papírok közül az OTP nagyot szánkázott lefelé 1,1%-ot 13350 forintig. A múl és ebben a pillanatban törölték azt az oldalt. Na mindegy, mondom, mondom akkor tovább. Mert nem ebben a pillanatban, nem 7 órakor frissül a bét oldal, igen, oldala, és nullázódnak az árfolyamok, úgyhogy a többit mondd el fejből valahogy. Mire emlékszel? Kösz! Általában úgy piros vagy zöld színű volt az kell erre a, erre a másik megoldásra, mert ez hihetetlen. Na. Na, hát én is akkor megpróbálom úgy, mint te, egy, egy pillantást vetek így a, a... Na és azt mondom, hogy alapvetően a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papíroknál zöldet, zöld színeket láttam a New York a, a de sajnos az indexeknél, a vezető indexeknél meg piros színeket. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy a Dow Jones 0,3%-os mínuszban zárt, a Nasdaq 0,1%, az S&P szintén 0,3%-os mínuszban, ellenben... Az olyan papírok, mint a General Motors, vagy a Macy's, vagy a GE, vagy a Ford, vagy a Wells Fargo, ahol nagyon nagy volt a forgalom is, ők aztán rakétáztak. Mégpedig a General Motors 4,5%-kal, a Macy's 44 del a GE majdnem 3%-kal, a Ford 2,5% fölött, csak úgy, mint a Wells Fargo. Tehát az ilyen kicsit klasszikusabb papírok voltak jók a tegnapi kereskedésben, és ez látszik egyébként a legnagyobb teljesítőkön is, ahol alapvetően a pénzügyi szektor és a energetika szerepel. A FedEx például 6% fölött zárt, az Occidental Petroleum 5,5%, de a Marathon Oil Company is 3% fölött, illetve a Best Buy is 4,2%-kal. A vízának azonban nem volt jó napja, ott 6,3%-os mínusz lehetett látni, a Nike is egy kicsit betérdelt, 3,9, majdnem 4%-os mínusszal. Egyébként a világpiacokon körülnézve pozitív zárás volt Londonban és Frankfurtban, az ázsiai tőzsdéken pedig jelen pillanatban az a negatív hangulat van, ami az amerikai zárásban látszott, mert hogy... 0,3%-os mínuszban zárt a Hang Seng, fél százalékos mínuszban a Shanghai Composite jelenleg, és majdnem egy százalékos mínuszban a Nikkei. No, hát én azért gyorsan elmondom a magyar blue legalább, nem volt egyszerű, tehát ahogy lenullázódott már azért nem volt egyszerű után, után követni. Szóval 1,1%-os mínuszban zárta a napot az OTP, pedig ugye bejelentették, hogy az üzbék piacra lépnek ők hmm, be, hmm. esetleg, és hmm. részt vesznek az ottani bankrendszer privatizációjában. Feljebb került 6%-kal a mójegyzése, a Richter 1,8%-ot emelkedett, a Telekom pedig 0,7%-ot. Úgyhogy így jött össze a 3%-os plusz a Vux indexben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na, 0630 itt lehet nekünk üzenni, de most átadjuk a terepet a híreknek, utána pedig jövünk vissza a millás reggeliben, és arról fogunk beszélgetni Budapestet csodás rovatunkban, például, hogy hogyan varázsoljunk zebrát oda, ahol szuk, szükséges, szerda van, minden második szerdán a járókerő közhasznú egyesülettel beszélgettünk, úgyhogy ez az első témánk, aztán utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt a bitcoinnal, meddig bírja még, mert most megint a PayPal lökte magasba a bitcoin árfolyamát, úgyhogy a bitcoinnal is foglalkozunk a következő blogban. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.